Na, üdvözlök mindenki, srácok, sziasztok, szevasztok! F1 2018 karrier következik a Force Indiával. Hazai pályára látogatunk. Ugye jó régen volt már karrier, úgyhogy éppen ideje folytatni. Hello, Robi! Ugye az előző nagydíjon a német nagydíjon a negyedik helyet sikerült megszerezni. Eléggé kaotikusra sikerült az a futam. De végül is egy jó eredménnyel tudtam zárni, örültem nagyon a negyedik helynek. Jó lenne itthon is valami fasz eredményt elérni. És akkor a tabella. Vettel már egészen nagy előnyt dolgozott ki. 53 ponttal vezet, ráadásul a saját csapattársa előtt, és onnantól kezdve lefelé Räikkönentől pedig nagyon összesűrűsödött a mező négy ön között, Räikkönen, Hamilton, Bottas és én. 150 pontos Räikkönen, 147 Hamilton, 137 Bottas, 129 én, tehát így 3 pontra követik egymást a srácok, én vagyok egyedül 8 pontra. Ricardo 77 pont, Magnussen 46, Sainz 41, Hülkenberg 40, Perez 39 és Verstappen 34, ami egy óriási meglepetés, ugye 11-dik, és ez a mezőny is így a 7. helytől a 11-dikig nagyon szoros. Ricardo egyedül elbattyogott a kis 77 pontjával, és Grosjean is még lőtávolban van, úgyhogy meglátjuk. Ugye nekem ráadásul Magnussen a rivalisom. És ugye arról volt szó az előző futam végén, hogy erre a versenyre bekerül a harmadik egység a motorból és az MGUH-ból, ami azt jelenti, hogy az utolsó egységet használom, ami büntetés nélküli, az időmérő napos lesz, a verseny felhős. 8. helyet kell elérni a időmérő, kellene elérni az időmérő meg a futamod is. És ugye az előző nagydíjon ugye Németországban a esős időmérőn nem tudtam bejutni a Q3-ba, ezért most mindenféleképpen be kell jutnom a Q3-ba, csak ez az egy esélyem van már. És akkor kapom meg az 500 pontot, a bónuszpontot. 27-18-ra vezetek Perez ellen, a rivális versenyben 14-12-re Magnussen ellen. Ott Magnussen ellen azért elég szoros, és akkor a fejlesztések 202 ponton van. Ugye ez a fejlesztés, első szány fejlesztés van úton elvileg, ami Brazília, Belgiumra megérkezik. És akkor utána jó lenne egy MGUH ilyen megbízhatósági fejlesztés. Ugye a váltó már megvan, valószínűleg utána akkor tényleg ráállok az MGUH-ra, és akkor utána pedig egy hátsó szárny fejlesztésre. Aeróban még mindig nem értem el a középmezőnyt, hogyha megjön a fejlesztés Belgiumra, akkor megelőzöm a McLarent, meg beérem a Haas, na akkor már azt mondom, hogy talán aeróban a középmezőnben, vagy nagyon gyenge az aerója. Nagyon gyenge volt az aerója évelején ennek az autónak. És akkor itt van, amiről beszéltem, ugye 66%-os a kettes egység a motorból, ebből megy be a harmadik, és itt van az MGUH, de 69%-os a kettes egysége, mindenképpen bemegy a harmadik egység ebből is. De ugye az első szabad edzésre mennek vissza a régiek. A váltón 9%-os, nagyon jó. És akkor a konstruktőri verseny pedig így a 353-ban nagyon magabiztosan vezet a Ferrari a Merci ellen. Mi jövünk a harmadik helyen. Mi is úgy magabiztosan tartjuk ezt a harmadik helyet Verstappen gyengékedése miatt a Red Bull előtt. A Renault is a Haas között 11 pont, és akkor a McLaren Toro Rosso Sauber 3-as pedig ismét verseny. Egymással a Williams pedig hulla utolsó teljesen.
És akkor így teljesítettem eddig, ugye Ausztriában tört meg a jég először, első pole pozíció és első győzelem, azelőtt pedig volt három második hely. Jól van, nyomás! Welcome to the Hungaro Ring for this weekend's Hungarian Grand Prix. But before we start to worry about race day, let's focus on today's practice, which is about to begin. Now then, Anthony Davidson, we've had some really strategic races over the past couple of years, thanks to the current three-tire compound system, and of course the groundwork for all those strategies comes from the free practice sessions like this one. So what do you think of the current tire regulations? Well, they've created some, I wouldn't say exciting necessarily, but certainly interesting races. There have been a lot more questions around, like how long can someone stay out on this set, or will they have to pace to catch another car if they suddenly bolted on a set of ultra softs, things like that. When everything comes together, we end up with multiple cars nose to tail on different tyres, all fighting for track position. So on the whole, it's definitely been a positive step, I feel, for the sport. És ugye, ha úgy nézzük, akkor megérkeztünk a bajnokság feléhez is. Nézzük előbb egy team objektívet. Két különböző beállítás kell lesz megint. Jó. Először szabad edzéseken az időjárás felhős, napos. Napos felhős. Időmérő az napos. Futam pedig felhős. És ugye, when you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy Mivel and car development. Nincsen szuperlágy, ezért valószínűleg megint. Ugye német nagy díjon szerencsém volt, mert esett az eső, de most valószínűleg ultrán kell lesz elrajtolnom, mert mindenképp tovább akarok jutni a Q3-ba, hogy teljesítsem ezt az elvárást. Na nézzünk vissza a tapot. Hát van itt egy Mercedes setup, ezt megnézzük. Kilenc tíz. Jó. Ezt nem merem. Inkább egy másikat. Nézzük egy Ferrari-sat. Tizenegy. Cars out on track, we should consider getting out there. Azt a mindenit. Hát ennyire nagy izé kell, leszorító erő. Nézzük már meg ezt a 9-10-et inkább. Nagyon régen elfegyeztem már, nem tudom, hogy fog menni most. Okay, let's update the setup. Let's get a few laps under our belt. Majdnem egy hete, vagy több mint egy hete, nem volt ez egy. Döglik megfelé a motor. 78%-os. Nem olyan leszorító erő kell, mint Monakóba, baszki. Nem arra emlékszem, hogy ide ennyire nagy kell.
Ugye a 17-es karrierben pont úgy érkeztem ide, hogy itt kellett alkatrészt cserélnem szintén, csak akkor büntetést is kaptam érte, és teljesen utolsó helyről rajtoltam. Mondjuk felértem a 8. helyre, de annyira nagy csatákban nem voltam benne. Inkább csak a taktika miatt. Úgyhogy nem is tudom, hogy mire számoljak itt. Egy a lényeg, a Q3-ban mindenképpen be kell jutnom. Kell az az 500 pont. Jó. Hát még vissza kell szokni rendesen azért. Egy zöld volt benne. Akkor megcsinálom már, amit még írtak, ez a Country 2 Drift. Hát nem tudom, 11, megnézzük a 10. 10-11-et. De ez a 9-10, ez nem tűnt annyira rossznak. Checks complete. We're ready. Aha, akkor ez a rázókös dolog még mindig megvan a tavalyi játékhoz képest. Úgy felakad az autónak az eleje. Akkor ugyanúgy a kettes kanyarban meg itt is anyagolni kell.
Hát nem tudom. Jó van, ez jó lesz, ez a leszorító erős dolog inkább így. Hogy van ez? 10-11. Jó van, ez inkább legyen leszorító erő. És akkor cserégetjük az új alkatrészeket befelé most már. 0% mehet. 37 mehet. 0%-os. 35, 53. A turbó feltöltőt is cserélni kell lesz majd. As all the cars are now over the line, your top three again. Na, 383 pont. Jó, és akkor második szabad edzés. Na, innentől kezdődik a szabad edzés végül is. A jelentősebb feladatok. Tire management mehet is. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Na nézzük. Éppen, hogy nem ment fel. We managed the pace well that lap. The tire wear is more or less as expected.
Okay, test complete, and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Másodjára csak összejött. Okay, we can take you this lap. Aha, és megint felakadok. Hú, ezt remélem a versenyen nem fogom eljátszani. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Box this lap, please. Box this lap. Hello, agent. Én nem leszek Assetto Corsa. Ezen a héten se. Így, hogy le lett fixálva az időpont, így. A következő három versenyen viszont tudok majd lenni. Nem tudom, ez hanyadik verseny lesz, a hatodik vagy a hetedik? Jó, jöhet a fuel management. All set. Everyone clear? Car to track. Nem tudom, hogy eddig az biztos, hogy most nem leszek, és az összes többi viszont már leszek. Láttam. Láttam mind a két versenyt.
Okay, decent lap there, but there's still more to find. Keep at it. Understood, stopping this lap. Ugyanahogy nehezen akart összeérni az a zöld is. Fuel managementből elég a zöld. Elvileg, ahogy Csipi mondta, úgy csak kaphatok mindenből lilát. So far, our fastest lap is a 1 minute 21.9. When you're ready, let's go.
Éppen, hogy beadta. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz meg az utolsó két kanyarban. Jött össze ez az ERS Management is. There's three laps of fuel remaining. És akkor a verseny stratégia van már csak hátra. A második szabad edzésből. Hát igen, látszik, hogy a pálya első felébe használtam, másik felébe meg már nem csak néha. So far, our fastest lap is a 1:21.9. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Megnézem majd, hogy a gumimelegítési cucc, az ki van nyomva? Ki? Oké. Akkor azt elmentette faszául. De német nagy díj. Ra. Jött be. Ez a patch, ott kapcsoltam ki. Na hát itt kíváncsi leszek az időkkel, hogy fogok bánni.
Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Great lad, you've nailed what we asked for. Keep it up. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Ah, sta curva. Vedi, fa la cotta marasu pure. Ma che sarà il cimo, il giochetti cito. Great lap. You've nailed what we asked for. Keep it up.
És meg is van, úgy van. Na még egy feladat, akkor hátra az a harmadik szabad edzésen, és akkor mehetünk az idén jövőre. Hello, Sipi. Jó reggelt. There's only one lap of fuel remaining. Come in this lap, please. Box this lap. Ja, igen, ez már jó napot, ja. Igen, a reggel az már régen volt. Igazad van. Igazad van. Nem, én már nem leszek a héten agent. Nekem ennyi. Maximum hétfőm. Folytatom a karriert, meg lehet, hogy hétfőn kópozunk egyet Leóval, de azt még nem beszéltük meg. Csak annyit beszéltünk meg, hogy hétfőn mind a ketten ráérünk. Ennyi. Jó, és akkor nyomás tovább a harmadik szabad edzésre. ...55%-os a turbó feltöltő. A verseny után cserélni kell ezt is. Nem bírok vele. Igen, ez a hét, ez nekem... Hú, hát ez kibaszott hosszú hét volt eddig, és meg nem is fejeződött be. Ó, de fantasztikusan teljesítünk bele ezzel. Ez igen. .308, 691 pont van. Jó, harmadik szabad edzés. Köszi, Sipi, neked is. Ja, hát mondjuk már neked ez az utolsó nap. Ugye péntek van. Én még megyek kettőt. Vasárnap érnék rá, de vasárnap meg Leon meg dolgozik, úgyhogy esetleg a hétfő, ami olyan. A bit like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of. Ja, holnap is munkanap tényleg, a ledolgozás. Igen, a ledolgozás tényleg. Ez nem nagyon vagyok tisztában ezekkel, mert nekem ilyen nincsen. Úgy tudom én is, Sipi, hogy le lett fixálva a liga időpont, tehát szombat esténként, este 8-tól lesznek a futamok.
program complete and a job well done. Ez is megint. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Megint a pálya végén jött össze. A harmadik szektortól kezdve kezd javulni az autó. Right, come in at the end of this lap. Jó, Sipi, hát akkor is teljesen, amikor én ott vagyok, hát most hát nyugodtan, semmi nincs belőle. Baszki, hogy kopnak az ultrák. De fasza lesz ezzel rajtolni. Nem merem most megkockáztatni a lehetkeveréket továbbjutásra, mert muszáj továbbítom a Q3. Jó, ennyi lett volna akkor. 52 perc alatt ment a szabad edzés. És egy ötödik hely egy másodpercre. És még Alonso is előttem van. Mondjuk voltak, akik nem rakták fel az ultrát. A nagyok közül, ha jól láttam. Hétszázötvenhét pont. Az idő az jó lesz, oké. Annyi még, hogy mi a helyzet ezzel a Control Electronic MGU. K, MGUH, na erre akarok dobni egyet. Így. Oké. És akkor a következő pedig ez lesz, 847 pont, amit gyűjteni kell. Feltéve, ha sikerül ugye ez az első szány. Utána pedig szerintem az MGUK-ra is dobok majd egyet. Belgiumra mind a kettőnek meg kéne jönni. The excitement is starting to build here at the Hungaro Ring as the lights are about to go green for today's qualifying session. We expect some cars out on track any moment now. This has been an exciting track in times gone by, and typically it entertains the moment the lights go out. We've seen in the past how tricky the first corner is. It's not an issue in practice and qualifying, but if you throw a lot of highly competitive drivers at it all at once, you've got an entirely different situation. The smarter drivers will be able to temper their approach and stay out of trouble, but it doesn't mean it's easy. Yeah. Ultra lágy, mehetünk. Standing by. Mm-hmm.
igazából nem tudom eldönteni, hogy mik az erőviszonyok most. Most fog kiderülni az időmérő. Nem tudom, hogy a Renault-nál vagy a Haas-nál erősebbek vagyunk-e. Vagy éppen a McLaren-nél, mondjuk Alonso előttem volt. Azt a mindenit, milyen hamar elfogyod ezt, azt a mindenit, és Grosjean se tudom megelőzni. Hú. Okay, we can take you this lap. A Haas és a Renault jobb lesz nálunk, az biztos. Hát akkor én nem tudom, hogy lesz nálam. Alonso is megelőzött. Ó, de jó. Ezt mondom.
Hú, Hülkenberg milyen időt, mert Sainz is, Magnussen, Grosjean. A két Renault, a két Haas és az egyik McLaren is előttünk van, és a nagyobb még kint sincsenek. Jó, tekerjük az időt. 8., 9., 10. hely, 11. És megint ezredre azonos köröket mennek, ugye, hogy megtekertem az időt. 13. vagyok már, 14. 15. Na menjetek a picsába. 15. 2,1 másodpercet kaptam. Kiesik Van Dorn, Hartley, Sirotkin, Eriksson és Stroll. Hamilton is. Ja, de ő lágyon volt, igen, meg Vettel is. Azt a mindenit, de gyenge vagyok itt. És ugye ezt a bugot megint nem sikerült javítani, ezt az edre, de azonos kört megyek a másikkal. All personnel be aware, car leaving. Hát valamennyivel jobb. Legalább Alonso előtt vagyok. Understood, stopping this lap. Aztán a többieket meg majd meglátjuk, a két Renault meg a két ház. Igazság szerint nekem már nem a McLarenekkel kéne versenyeznem, hanem a Renault-val meg a házszal. Hát még a McLarennel is alig bírok. Driver behind.
Alonso is behind you. Their best lap time is a 1:19.0. Nem sokkal jött rosszabbat, mint én. Driver in front. Ricardo is ahead of you. Their best lap time is a 1:18.8. Nem sokkal jött jobb lágyom, mint én az ultrán. És már hatodik vagyok. Már hetedik. A Sainz és Grosjean előttem van. Vettel, Hülkenberg és Hamilton is megelőz, akkor ki fogok esni. Így bizony ki fogok esni. Ennyire gyenge vagyok ehhez a pályához. De ugyanígy volt a 17-es játékban is, ha jól emlékszem. Már nyolcadik vagyok. Nem lesz eső. Biztos, hogy megelőz. Ha Sainz megelőzött, akkor ő is. Nyolcadik. Így már kilencedik vagyok, és Hamilton jön még. Ha jön, akkor lennék tizedik, és Magnussenem múlik utána már a sorsom. Á, bassz meg, nekem az a kurva 500 pont, az nagyon kéne pedig. Muszáj lenne bejutni a Q3-ba. Emiatt onnan megint van valami, megint bagos lett, megint nem fog kijönni szerintem, de outlap-en van, akkor jó van. Na, itt van. Mindentől kezdve Magnussen kezébe van a sorsom. Mert van még egy set ultrám, de nem tudom, hogy tudnék-e annyit javítani. Nem tudom. Mindegy, kijövök. Engine fired. We're set. Hát lehet csipi, az is hiányzik, igen.
We have 2 laps of fuel remaining. Hello, Tom. Na, ez van mindjárt megnyugtató. Igen, a harmadik szektorban hibáztam az előbb, azt éreztem. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Nem tudom, Tomi. Fingom nincs. 2 verseny van hátra, majd azt eldöntik. 50 ponttal vezet a Merci. Nem tudom. De igen, örülnék, ha a Merci nyerni. Megelőznénk a Red Bullt a konstruktőri VB-k számában. Így akkor viszont egy szett ultrán maradt a Q3-ra. Lehet amúgy most választani minőséget, Sipi? Jó, és most nem fogok beletekerni. Már most 7. helyre visszaestem, már valaki megelőzött megint. Ricardo a 10. baszki. Igen, akkor oké. Perez 12. Már 13. Hát Ricardo, ha bejut, éppen, hogy be fog jutni. Ezt a másfél percet megvárjuk, ezt direkt nem tekerek bele. Nehogy megint bugos legyen. 60%-ot ír a brazil nagy első, na. Nem lenne rossz egy esős brazil nagydíj. 16-ban jó volt. A tavalyi nem volt annyira jó.
Nagyon apró különbségek vannak, borzasztó kicsi különbségek. 2.33, 2.66, 2.99, 3.33, 3.66, 3.66, 6.33, 7.16, 8.49, és Magnussen már eléggé lemaradt. De ő valószínűleg javítani fog. Most kezdte meg a gyors kört. Grosjean visszajött. Sainz, Alonso, Hülkenberg. Hát az ő körét már nem tudjuk megnézni. Igen, Tomi, így van. Így van. You're sat slightly higher than next. Volt még valami csere. Kiesett Ricardo, mert Perez bejött a 9. helyre. Ez igen. Kiesik Ricardo, Hülkenberg, Leclerc, Gasly és Magnussen. Wow. Az igen, Perez. Oda baszott egy jó kört a végére. Egy McLaren, egy Haas, egy Renault. Két Ferrari, két Merci, egy Red Bull, két Force India. Na, jól van. És akkor egy set ultra, minimum üzemanyag. Jó lenne egy 8. helyet elérni azért. Viszont Ricardo erős lesz, így hogy 11. helyről fog rajtolni. Egy kiállással fogja megcsinálni. És ugye Hamilton és Vettel is lágyon fog rajtolni ráadásul. Jó. Bassza meg. Sok volt a hiba. Na még egyszer.
less than a lap of fuel now. The tank is empty. You've fallen down the order. You're now in P7. Épp, hogy kibírta az üzemanyag. 9. még így is. Hú! Hello, Angie. Azt a mindenit. Ugyanolyan kört mentem Perezzel, Jézus ereje, ember. So far, our fastest lap is a 1:18.7. Angie, köszi a csírt, told neki, ne hagyd magad. Köszi szépen. Azon vagyok, haver, azon vagyok. Csak itt hazai pályán most nem nagyon mennek a dolgok. Everyone ready? Okay, let's go. Legalább egy 8. hely. A turbó feltöltő már 60% felett van. 57. Akkor a futam után kapufa az is. Vagy annak is. Elfelejtem állítani bazznak a benzint. Drop to P10. You're on the fifth row of the grid. I'm fog menni. Nem tudok javítani. Hát ez ennyi. Nem lesz meg akkor a csapat elvárás, de legalább bejutottam.
És akkor Vettel indul a pole pozícióból, Verstappen lett a második. Az igen, Bottas, Räikkönen, Hamilton, Alonso 6, Sainz 7, Perez 8, én 9, vagy Grosjean 9 és én lettem a 10. Kikapcsom a csapattárstól is, és nem sikerült teljesíteni a csapat elvárás sem. Úgyhogy mindenképpen kibaszott jó időmérőn vagyok túl. De legalább az 500 pontot megkapom a verseny végén. Jó, mehet a verseny. Pont rólam beszélgetnek. Hogy áll az a Merci? Fél oldalasan áll. Vettel, Räikkönen és Hamilton. Ferrari, Merci, Force India. Na nézzük a rajtrácsot. Vettel, Verstappen, ugye 1-2. Verstappen óriásit ment. Bottas, Räikkönen, Hamilton, Sainz, Perez, Grosjean, én, Ricardo, Hülkenberg, Leclerc, Gasly, Magnussen, Van Dorn, Alonso büntit kapott, Hartley, Sirotkin, Ericsson és Stroll. Alonso 16. helyről kell, hogy rajtoljon. Az szép. Igen, ezért vagyok én a 9. Jó. Hirtelen néztem is. Na, race director. Az első 10-ben mindenki ultrán rajtól, viszont utánam Ricardo és Hülkenberg lágyon, aztán utána már felváltva. Tudom, Angie, igen, hát ha most is úgy lesz. Ultra lágy, ezzel nem is vitatkozok. 5 kört bír az ultra, azt a kurva az, igen. 2 kör plusz rakok bele. Más nincs is szerintem. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Radar is clear. Weather is looking good for now. Okay, Shippy, köszi. Megpróbáljuk mindenképpen. Tavaly ugye az utolsó helyről rajtolva 8. lettem, így az egy kiállással, de tavaly a lófasztat az előző játékban 17-es. Köszi a cheer, Shippy.
igazából nem nagyon van mentségem erre a szereplésre, ugyanis ugyanez volt a 17-es évadban, ha jól emlékszem, és ráadásul ugye most a Renault és a Haas is jobb nálam. Hát Adja Aeróra mentem rá, ugye? Azzal pedig már majdnem a középmezőnben vagyok. A Belgiumra megjönnek a cuccok, akkor középmezőnben leszek. Rendesen elkapott. Hülkenberghez értem hozzá egy hangyányit. Ricardo is remekül jött fel. Ricardo már mögöttem van, ráadásul annyira jól jött fel. Hülkenberghez hozzáértem, egy picit vissza is esett, ahogy néztem. Megsérült a szárny, és arra gondoltam, túl nagy pukkanás volt ahhoz. Emiatt kiraktam egy kicsit. Well done, mate. Nice start. Még talán ennyi belefér a szárnynak. Úristen, milyen erőben van a Merci. Ricardo is megelőzte Hamiltont. Valószínűleg most kiszorítottam. Azt a mindenit, Ricardo is mit jött. Tizedik helyről rajtolt. És ő lágyon van. Hatodik helyen lágyon. Neki az ajándék, amit most csinálunk. Nem kanyarodik az autó. Legalábbis úgy éreztem egy pillanatig. De nincs gond úgy annyira. Ha el tudnék menni a 7-8. Körig esetleg, akkor lehet, hogy meg tudnám csinálni egy kiállással. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Vettel, Verstappen, Bottas, Räikkönen az első négy, az maradt ugyanúgy. Hamilton pedig visszaelőzte Ricardót. Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery.
the gap to the leader is 5.9 seconds. Nem tudok vele mit kezdeni. Nem. Try to stay with him, he might make a mistake. He could still regain the position. Azt a kurva, milyen gyenge vagyok ide. Még az autó sincs úgy felkészülve. Ezzel a 6-7. Helyen nekem már elégedetnek kéne lennem. Perez is itt jön, nem sokkal mögöttük egy ház is, egy Renault van előtte. Szerencse, hogy a Red Bullban csak Renault motor van. Az egyik Ferrari volt ki, nem láttam ki az. Valószínűleg tette lehetett. We're a plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one. 43%-os a bal első. Sárga zászló van mögöttem. Nem tudom, mi történhetett. Okay, the safety car safety is out. Car. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Most check kéne a bomba MFD jönni. For a new strategy option. Right, some information on Ricardo. Ricardo esik ki, baszki. És te megint Ricardo. De megint Ricardo esik ki, mint az előző futamon. Ez egyszerűen hihetetlen. Mekkora taktikám volt a gyerek pedig. Azt a kurva, hát a 6.-7. helyről. Úgy mindenkit engedjünk el. Tessék parancsol. 6.-7. helyről azért óriásit hozhatott volna egy kiállással. Azt a mindenit csóri mit kap. Only one stop to go, one stop left in this strategy. Na hát Hamilton visszakerült elém, ugyanúgy, pedig már kezdett meglógni, miután megelőzött. És megpróbálom az egy kiállást akkor. Ha esetleg nagyon gáz lenne a dolog, akkor a végén még egy lágy. Szárnyat beállítom nemre. Mindenki volt kint szerintem a boxban. Mondjuk látok egy McLarent, egy Toro Rosso-t, meg még pár autót itt az ilyen mezőnyben. Valószínűleg ők akkor nem voltak. Csóri Ricardo mit kap? Azt a mindenit. Amit a valóságban. Ha jól emlékszem, az előző nagydíjon, a német nagydíjon is pont előttem vagy mögöttem volt, és úgy hullott ki. Nem is láttam, hogy mi történt vele, valószínűleg elfüstölt.
Vettel vezet, az biztos, utána jön egy Toro Rosso, Bottas egy McLaren, Verstappen megint egy Toro Rosso, egy Williams? Igen, Stroll, Räikkönen és Hamilton. Valószínűleg ők rajtoltak lágyon. Teljesen visszatöltött az összes rendszer. Gumik 1%-on tökéletes. És most már jönni kéne kifelé a safety car-nak, és a lassabb autók viszont kurva nagy bonyodalmat fognak okozni, mert ezek nem lekörözöttek. Csak még nem jöttek ki a bokba. Na. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. És Sainz érkezik mögöttem. Hát valószínűleg Hamiltont így sebességben nem tudom utolérni. Á, nem öcsi. Egy Renault-val? Nem. És már tolják le a kicsiket. Stroll, Stroll mit kap? Stroll kúpot kapott. Hamar áthámozták magukat a srácok. És most egy Toro Rosso tartja fel őket. De még hogy feltartja őket. Na, ezt mondtam. We're leading our teammate by 2.6 seconds. Ne bassza már meg, hogy nem tudom megelőzni a Williams-et. Kellett volna a DRS. Nem is nagyon merek előzni ezen a pályán. Maximum a célegyenesbe. Pluszban még Sainzzal is meg kell küzdeni. Pláne, ha még kifordul alólam az autó is. Räikkönen már megelőzte a Toro Rossót. Hamilton szenved vele még. Nem, nyúlik el tőlem a Williams. Azt a kurva.
Hamilton most előzte meg. Hátrit. Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. Hova jössz befelé? Azt a kurva, mekkora gyalázat ez, hogy nem bírok el egy Williams-el. Szégyen gyalázat. Nem kell motorerőfejlesztés, mert abszolútban második vagyok hozzá a Mercedes mögött, úgyhogy nem kell motorerőfejlesztés. De köszi szépen a csírt. Én vagyok kevés most ide. Na hát, mi papa. Előtte pedig Alonso lesz, hogy... Vándor?
Igen, mert túl nagy a leszorító erőm ezek szerint a 10-11-es szány. Nincs végsebességem. New strategy is available on the MFD. Keep current. Copy. Mit akarsz te még cserélni, ember? Ennyire elkoptak 20%. Is low on energy, reduce ERS deployment. Our gap to first place is 23.3 seconds. Összetolt minket Sainz is, nézd meg. Ah, kapott a Sainz, oké, okay, jó. It should be a few laps at least before you start feeling too many tire issues. They seem in good condition for the time being. Gap to teammate behind is 3.0 seconds. Gap to the car in front is 1.8 seconds.
Egyik Ferrari bejött. Räikkönen az utolsó kiállására. Okay, we need some energy harvesting. Reduce ERS deployment. Verstappen is kijött. Tehát nekik már akkor előnyük volt, hogy ez véletlen. Nem lesz meg az egy kiállás szerintem. Ki kell lesz még egyszer jönnöm. Most voltam fél távol az előbb. 31%, nem hiszem, hogy meg lesz. Right, some information on Hamilton. It seems like there's some kind of problem with their car. Okay, gap ahead is 2.5 seconds. Ez Vettel megnyeri ezt a VB szerintem, megint ő fog nyerni. Most ezt a futamot is. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Most jött ki Sainz. -36%-os a gumi, 14 körmű. Nem tudom, nagyon necces lesz. Hát is itt van a seggembe. Utána Perez jön ráadásul. Hát itt nem is gondoltam volna, hogy ennyire gyenge leszek itt. Gap to car in front is 8.0 seconds.
Mondjuk Grosjeannak meg Pereznek még jönni kell egyszer szerintem. Verstappen megelőzte Hamilton kijött. Perez, vagy igen, Grosjean és Perez is kijött. Sergio is in for his stop. Box, box, we're coming in this lap. The gap behind us is 11.4 seconds. Box, box, box. Jelenleg Vettel, Bottas, Verstappen az első három. Okay, gap to leader, 21.9 seconds. %60-on a turbó feltöltő. A belga nagy díjra az is megkapja akkor a harmadik. Okay, just to advise you, we're expecting the tire grip to start falling off noticeably around now, but this set should be okay for a while longer despite that. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach, and make sure you don't speed. The gap to the car ahead is 11.0 seconds. És még van hátra bőven. The gap to the car behind is 8.4 seconds. Räikkönen közeledik, de hát az egyértelmű. Verstappen viszont óriásit megy ezen a versenyen. Hirtelen magára talált.
Baszt ki, vissza kellett engednem a gázt, mert majdnem felakadtam megint. De kíváncsi lettem volna Ricardo taktikájára onnan a hatodik helyről. Vagyis hetedik, mert ugye mögöttem volt, tehát valószínűleg megelőzött volna. Charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Nem jövök ki, semmiféleképpen nem jövök már ki. Gap to the car in front is 15.0 seconds. Räikkönen még megelőz, aztán utána a többit majd meglátjuk. Sőt, ha nem akarok magammal kibaszni, akkor nem is harcolok vele, hanem simán elengedem. Okay, the car behind has newer tires than you. Maintain our gap if possible. Óriási vonat jön hátul. Jól láttam, Hamilton ott van beragadva közéjük. Räikkönen után egy Toro Rosso érkezik, az igen. A hatodik helyen. Hetedik Hamilton, nyolcadik egy McLaren, kilencedik egy Renault, tizedik egy McLaren. Azt a minden. Rendesen megkavarta a safety car a dolgokat. Turbocharger is on its last legs. Igen, tudom, hogy a turbó feltöltő szaragszik. Our gap behind is 11.3 seconds. 11,4 másodpercet kell beosztanom. A maradék.
7 körre. %56. Nem is tudom a safety car nélkül, hogy lett volna, mit lett volna most. Lehet, hogy ilyen a 7.-8. kör helyezést körül lennék. Emiatt annak olyan fasz állapotban van az autó, hogy nem bír utolérni egy Toro Rosso-t. We have 5 laps of fuel remaining. Hát az utolsó, nem is tudom hány kör. 18-15 kör, csak a spórolásról szól már. De majdnem a verseny fele, csak a spórolás. %60-os a gumi. Már most ki fogja bírni, most már nem lesz gond. The car behind is gaining on you by 5/10 a lap. Hamilton megelőzte a Toro Rosso-t. Hát ez alatt a pár kör alatt csak nem dolgozott 10 másodperc hátrányt. Okay, gap ahead is 5.7 seconds. Okay, the gap behind is 8.8 seconds. Szerintem is süpi. Már 8.8-ra van Hamilton. Elindult értem. The gap to the leader is 47.3 seconds. Thank you.
There's three laps of fuel remaining. Meg lesz az ötödik push-push, köszi, Csipiacsiért, köszi. Azon vagyok, hogy meglegyen. 7,4. Akkor úgy látszik, amúgy már előre kapott az autója. Csak annyi volt a probléma, hogy feltartotta a Toro Rosso. -64%-os a gumi, 3 kör még. -6,9-re van. Azt mondod, Ancsi Simaliba? Hát meglátjuk, köszönöm a csírt neked is. -6,2. -5,9. Gap to car in front is 9.3 seconds. We're leading our teammate by 15.1 seconds. -7%-os a bal első. The gap 4,8. Is 4.8 seconds. Úgy de gyönyörűen ledolgozta a hátrányt, hát igen. Csak egy merci, meg mondjuk a gumik is frissebbek sokkal. Sokkal. There's only one lap of fuel remaining. This is your final lap. Utolsó final lap of the race. Hát figyelj, Sipi, elvileg ki lehet kapcsolni a gumimelegedést, túlmelegedést, úgyhogy elvileg most már semmi problémának nem kéne, hogy legyen Szingapúrban sem. Vettel megnyerte közben. Vettel a német nagydíjat is megnyerte. Emiatt pedig utolért. És megvan. Valószínűleg 70% felett volt, nem sokkal, de szerintem már felette volt, 73-4 körül lehetett a bal első. Azt a mindenit, de kurva kibaszott nehéz volt ez a verseny.
És Vettel megnyerte. Pole pozícióból. Alonso a 9. Na, szerezett 2 pontot a McLarennek. Köszi Sipi. Köszi a csírt is. Vettel, Bottas és Verstappen. Verstappen az semmiből húzta elő ezt a dobogót. Perez nem is tudom, hanyadik lett vajon. Na nézzük, azt mondja Vettel, Bottas, Verstappen. Räikkönen 4, én lettem akkor az 5. Egy kiállással, Hamilton 6. Sainz 7, Gasly feljött a 8-ra, a 13-ról, Alonso a 16-ról a 9. lett. Ő a driver of the day, így van, ott is írták. És Grosjean lett a 10. Perez nem szerzett pontot. Ugye Gasly is egy kiállással lett a 8. Van Dorn, Magnussen, Hartley, Leclerc, Hülkenberg csak a 16. Ericsson, Stroll, Sirotkin és Ricardo ugye kihullott. Csóri. Hát Gasly és Alonso óriásit mentek, az biztos. A mechanikus meghibásodás Ricardónál, így van. Nem is vártam mást. Vettel megint versennyer és 15 másodpercet adott Bottasnak, hát ez sima rajtszélgyőzelem, leggyorsabb kör, de abszolút, abszolút Vettelnek állt ez a hétvége. Meg azt is megmerem kockáztatni, hogy minden körben ő vezetett, lehet, hogy egy Grand Slam-et ért el most. Verstappen ugye másodikról visszaesett, ez semmi veszteni valója nem volt ezzel. Bottas ugye feljött, Räikkönen maradt a 4., én jöttem fel a 9-ről az 5-re, Hamiltonnak ugye szar volt az autó is, meg beragadt, meg harcolt, meg ilyesmi. Engem csak az egy kiállás mentetett meg a safety car. Ennyi. Perez sajnálom, hogy nem szerzett pontot. Gasly, Alonso óriásit ment. Sainz meg Grosjean sodródott az ára a szinten. De nézzük. Vettel 66 pontra növelte az elejét Räikkönennel szembe. Ez neki így meg lesz. Ha nem lesz vele semmi probléma. És Bottas megelőzte Hamiltont, feljött a 3. helyre. Ez is mindenképpen, mondjuk, igen. Pont egyenlőséggel, de feljött a 3. helyre. Jövök ér az 5. helyen 139 ponttal. Ricardo nem szerzett pontot, ugye megint 77 pont. És Verstappen a 11. helyről jött fel a 7., ha jól emlékszem. 11. volt a verseny előtt. Felzárkózott Ricardo mögé, igaz. Még sok pont van hátra, vagy sok pont van köztük, de felzárkózott mögé. Sainz 47 pontos, 46 Magnussen, 40 Hülkenberg, 39 Perez. Hát a Verstappen, Sainz, Magnussen, Hülkenberg, Perez csata, ez nagyon kiélezett. Grosjean ugye 1 pontot szerzett, 25 pont. Alonso 18 pontos, Gasly 14, Ericsson, Stroll, Van Dorn, Leclerc. Átlész szírod ki, még mindig nem szerzett pontot. A Ferrari 80 ponttal vezet már így a Merci előtt, mi pedig 52-vel vezetünk a Red Bull előtt, ugye, hogy kihullott Ricardo, ez így most nagyon jól jött nekünk is, mondjuk egy-egy pont szerző, mondjuk akkor így hoztak rajtunk, igen, mert Verstappen lett a második, vagy a harmadik, ugye Perez sem szerzett pontot. Köszi, Andzsü. Így van, Sipi, szerintem is meg fogja nyerni, ha így megy. Tehát akkor a Red Bull mögöttünk, Renault 87 pont, már meglógott a háztól egy kicsit. 22 pontos a McLaren, 14 a Toro Rosso, 10 a Sauber. Hát a McLaren is, meg a Toro Rosso is szerzett most pontot, köztük még mindig azért szoros lehet, meg a Sauber is ott lesz azért szerintem. És akkor ugye a lényeg, 66 pont Vettel előnye. Fél távnál, ugye a belga nagy díj fog következni, Bottas és Hamilton között pedig ugyanannyi pont. Hát a Räikkönen Bottas Hamilton csata az biztos, hogy szoros lesz.
Én is itt vagyok lőtávolban mögöttük, de nem hiszem, hogy oda tudok ilyenni valahova. Nekem ez az ötödik hely, ez tökéletesen elég lenne. Sipi, jót kérdeztél most. Szerintem Monakóba. Nem. Az ütközéskor nem válaszolok, mert mindenre le fog húzni. És akkor így a rivális verseny megnyertem Perez ellen. Ugye Magnussen is pontszerző helyen kívül volt, de még mindig csak egy egységgel vezetek előtte, mivel a gyorsabb köre az gyorsabb volt, mint az enyém. És akkor 31-23, megnyertem Perez ellen, így van, és akkor már csak Magnussen. Így akkor 1-0-ra vezetek Perez ellen magyarul. 130 pontot kapok, ott a bónusz az 500-as, rivális verseny 2-50, ó, nagyon fasza. 1366 pont. Azonnal nekiugrok az aero fejlesztésnek. Jó nagyot nőttünk a Force Indiánál. Ó, szerződés. Na. Hát szerintem minden marad ugyanígy, mert... legyen a nyolcadik hely az médium. És annyi, hogy most már azért jó lenne level 2-eseket kapni, srácok, mert... sőt. Abris Frides elveszem 3-asra. Nem. A bónuszt így. Már megkezdhetném egy másik csapattal is a tárgyalást, de nem végig, viszem a Force Indiával az évet. Hopp, az nem lesz jó. Az Bukovári. Akkor ez vissza 2-esre. Hát a pistopot is vegyem vissza 1-esre. Megpróbálom így. Azaz, oké, így beadta. Na, akkor legalább most már a pisztop is 2-esen van, meg minden 2-esen van így. Minden 2-es. És akkor úgy az elvárások ugyanúgy 8. hely maradt. Első számú versenyző is médium a Tingol. Azt nem is akarom felvenni hardra, mert... elég ez így nekem. Na, akkor fejlesztések. Ennek azonnal neki megyek, 847 pont. És marad 519. Ahhoz pedig még gyűjtök, és megbízhatóságra fogok menni. Méghozzá MGUK lesz az a 2-es szint. Na nézzük akkor, hogy állok a motorba. 3. a Ferrari megelőzött egy hangyafasztival. És a Williams, ezért nem tudtam megelőzni őket. Azt nézzétek, a Williams egy szinten van velünk. És ráadásul ugye én nagyobb leszorító erővel is mentem most a versenyen. Ezért nem tudtam megelőzni, baszki. Kasztiba is elég. Azt a mindenit kasztiba is, de szarok vagyunk. Na, ezt rádobom akkor. És akkor
Belgiumra elvileg három fejlesztésnek kell megjönni, és Olaszországra jön egy hátsó szárnyfejlesztés. Itt pedig visszacserélgetem a szaralkat részeket. ...62%-os a turbó feltöltő, akkor a harmadik egységet megkapja az is Belgiumra. A váltó 19%, az oké. Okay. Verstappent akarom megnézni, hogy Verstappennek, így van, ez az első dobogója és a legjobb helyezése. A negyedik hely volt Kínában eddig a legjobb helyezése. 19., 20., 4., 8., 6., 12, 13, 9, 7, 10, 10. De szar versenyei voltak. Na nézzük csak, itt van Sipi, akkor hol van a... Hol van a Toro Rosso? Vagy mi a Williams? 8. lett Monakóban, igen. Arra kapott 4 pontot Stroll. Ott szerzett 4 pontot Sipi. Mondtam én, hogy Monakó lesz az. Ott szereztek pontot. Vagyis hát ott szerzett pontot Stroll. 7., 4., 5., és akkor Belgium jön. Jó. Szerintem ennyi. Lépjünk tovább. Jaj, nem már. Overtake challenge és time-ettek. Megyek egy time-etteket Mexikóban a 88-as McLaren-nel. Így van, a szokásos Monaco, igen, igen. Mondjuk ott csak egy autó esett ki, és az is Ricardo volt amúgy, ha jól emlékszem. És én lettem a 19. Welcome to today's invitational event, where some of the world's finest drivers will be treating us to a special exhibition of some of the sport's most iconic cars. Három kör, az MP4 4-es McLarennel Mexikóban. Az biztos, hogy ez nem egy 2004-es, ja. Igen, érezni a tempón is, hogy 30 éves autóról beszélünk. Akkoriban még ez volt a csúcs. Kaufman cab, Vice City. Hát ezt be is szokták indítani, Sipi, ezeket az autókat. A McLarennek a Facebook oldalára felszokták tenni.
van, amikor beindítják őket, és be is indulnak azonnal, úgyhogy. De azért a 70-valahanyas McLaren-t azt azért ne hagyom vele, mint a szar. Ha felugrasz a McLarennek a Facebook oldalára és ott a videók menüpontba, akkor ott találsz ilyet csütőt. Beindítanak ilyen 80-as évekbeli McLareneket, McLaren Hondát főleg. Épp hogy meg lesz. Benzin is majdnem kifogyott. Igen, azaz. Ja, oké, zsipi. Na, ez kész van. És akkor nyomás tovább Belgiumra. Na hát erre kurvára kíváncsi leszek, hogyha elvileg három fejlesztésnek kell megjönni. I know we were expecting some new developments this weekend, but some of them have failed quality control. Make sure you indicate what you'd like. A súlycsökkentés nem sikerült, nem baj, az nem is annyira lényeg. Az MGU3 és az első szájra megjött a fejlesztés, ez volt a lényeg. Új feladat a bónuszra, 8. vagy jobb helyre kell kvalifikálni magam 2 hétvége alatt. Hát ha ezen a hétvégén nem is, de az olasz nagydíjon biztos, hogy sikerülni fog. Jó, ugye a rivális. Jó, már 2-0-ra vezetek Perez ellen a rivális versenybe. Akkor jó. És akkor az le is nullázódott most. Hát Magnussen ellen jó lenne megnyerni. És akkor ezt ugye ki kell fejlesztenem újra. 245 pont lenne. Össze, mindegy, azt hagyom inkább a picsába, rámegyek a megbízhatóságra. Lehet Csipi a következőtől már, és valószínűleg nekem izébe fog belekötni az aeróba, mert itt fejlesztettem a legtöbbet. Megelőztük a Renault is ezzel a fejlesztéssel, és már a Merci mögött vagyunk. Ez mindenképpen jó. Jó, akkor erre összegyűjtögetem a pontot, aztán jó van. Még itt a kettes szint az MGUK-nál. Aztán szerintem ezt hagyom is egy időre. Tehát akkor Olaszországra meg kéne jönni elvileg a hátsó szárny fejlesztésnek is. És így az összetettbe akkor a Renault-t is megelőznénk. Na hát fejlődik az autó szépen. 2 szezon lesz. És év végén át akarok ülni a Mercibe. A második szezonra, Sipi. Jó van, srácok, ennyi lett volna akkor a magyar nagydíj. Hát összességében ugyanazt tudom mondani, mint a német nagydíjnál, hogy a safety car-nak köszönhetően
egy kiállással sikerült megcsinálni, és így egy kurva jó ötödik hely, 10 pont, az nagyon jól jött. Nem volt rossz futam, voltak csaták is, és hétfőn következik akkor a belga nagydíj, hétvégén már nem lesz stream, és hétfőn még lehet kereszt-kettes kóp is, de azt még nem tudom, azt még majd Leóval megbeszélem. De a belga nagydíj az biztos eddig úgy néz ki. Köszönöm a csírt, Sipi és Andi nektek mindenképpen, köszönöm a megtekintést, meg hogy itt voltatok, és jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok, szevasztok, köszi még egyszer, srácok, szevasztok.